29 Celsius fokot mutatott a hőmérő délelőtt 10:30-kor Szekszárd központjában. Szinte mindenki pólóban és rövidújúban, vagy könnyed nyári ruhában sétált, sokan pedig a fák árnyékában hűsöltek a kánikula miatt, de a fagyizóknál is sokan álltak sorba. Ez a nő kutyasétáltatás közben húzódott be egy fa alá hűsölni. Ő ilyenkor kifejezetten olyan útvonalakat választ, ahol menet közben meg tudja itatni a házi kedvencét. Annyiban foglalkozunk a hőséggel, ugye mivel ki kell mennünk, mert hogy fontos, hogy kint sétáljunk, hogy azért keressük az árnyas oldalakat, és mindenképpen beiktatjuk a vizes itatókat, vizes helyeket. Napok óta kifejezetten csak a délelőtti és a késő délutáni hűvösebb órákban levegőzik ez az idős pár az unokájukkal. Gyerekek vannak Szekszárdon, mint Decsen, és eljövünk egy kicsit unokázni, de ilyenkor csak 11-ig, és utána megyünk haza. A napok óta tartó felmelegedés és a kánikula miatt szerdán az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriadót rendelt el. Ezt akkor vezetik be, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 egymást követő napon eléri a 27 Celsius fokot. Ezzel egy időben a szociális ügyekért felelős államtitkár kiadta a vöröskód figyelmeztetést. Ennek értelmében a szociális intézményeknek szállást, vagyis fekhelyet és védőfolyadékot is kell adniuk az arra rászorulóknak. A legtöbb közintézményben pedig hűsítőpontokat kell kialakítani. Ilyenek például a kormányablakok és a katasztrófavédelmi kirendeltségek is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet stabil emelkedése egészen hétvégéig kitart majd, szombattól viszont esős, hűvös idő várható.